Augusztus 14-én Mosonmagyaróvárosi önkormányzata egy jótékonysági bemutató mérkőzést szervezett a győri Audi Eto KC és a Veszprém Barabás KC részvételével a Moson-Szolnoki sportcsarnokba. Mivel a Mogac csarnoka nagyjából két téglával rövidebb, ezért egyelőre csak megyei mérkőzéseket játszhatnak a városban. Mint talán már ismeretes, Mosonmagyaróváros önkormányzata reményeink szerint egy év, másfél éven belül elkészíti Mosonmagyaróváros sportcsarnokát, de addig is nyilván nekünk valahol mozogni kell, így választottuk a Moson-Szolnoki sportcsarnokot. A népszerűsítés lényege, vagy hát a jótékonysági meccs lényege egyrészről a Mosonmagyaróvári utánpótlás, kézilabda utánpótlás támogatása, másrészt pedig természetesen a kézilabda népszerűsítése. A jótékonysági mérkőzéssel tehát ezt a Magyarországon és a térségünkben is elismert sportágat szeretné az önkormányzat népszerűsíteni, mondta el a Városháza sportreferense. A célok között egy NB1-es csapat felépítése szerepel Mosonmagyaróváron, és hát igazából az utánpótlás ugye nyilván ezek évek alatt futnak ki, de az utánpótlás támogatás és az óvári utánpótlás ennek a célja, tehát e felé vezető út a célja. A Bajnokok Ligája győztes Audi Eto és a Veszprém Barabás mérkőzésre belépőket korlátozott számban a kulturális központi jegypénztárában lehet kérni adományért cserébe, amelyet a kézilabda utánpótlásra fordít a város. Szurkoló tábor, aki érkezni fog, azok az biztos, hogy az ottani mag, hogy úgy mondjam, tehát akik külföldön is elkísérik a csapatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy a hangulattal se lesz probléma, se minőséggel, se hangulattal.